Mozart kis éjjel zenéje csendült fel elsőként a koncert helyszínné változott tornateremben. A gyerekek figyelemmel hallgatták az ajándékot, amelyet a rajzaikért cserébe vehettek át a Liszt Ferenc Kamarazenekartól, amely 60. születésnapja alkalmából írt ki mesélő hangjegyek címmel rajzpályázatot. A mesélő hangjegyek azt jelentette, hogy 3 zeneművet adtak meg, amire rajzolnunk kellett. Teljesen mindegy volt, hogy mi a tartalom. Érzés, benyomás, történet, régi élmény, különösen szép rajzok készültek, 200-250 rajzot küldtünk el a zenekarnak. A rajzpályázat megmozgatta az egész alsó tagozatot. Az alkotások eredménye lett a külön díj, a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje. A kisdiákok interaktívan tanulhattak is a délelőtt folyamán, zeneszerzőkkel kapcsolatos kérdéseket kaptak a művészeti menedzsertől. Próbáltunk olyan darabokat válogatni a műsorba, ami egy picit így megmutatja a vonós kamarazenekari repertoár egészét. Mozarttól indulunk, és Pavel Fischer kvartettel zárunk, tehát egészen a kortárs szerzőkig, és olyan szemelvényeket gyűjtöttünk, amik igazán élvezetes hallgatni a gyerekek számára, és nagyon bízunk abba, hogy ez a zenei élmény majd ad nekik olyan inspirációt és motivációt, hogy későbbiek során majd eljönnek a zenekari koncertjénkre, és a komoly zenét is megkedvelik majd. A 21 tagú kamara zenekar tavaly bejárta a világ egy részét, zenéltek Dél-Amerikában, Európa számos országában. Fontos számukra, hogy a gyerekeknek is élményt szerezzenek zenéjük által.